Dolgoznak a Baranyai Ácsok a Pécsi Pollák Mihály Technikum tanműhelyében. Mestervizsgájuk gyakorlati feladatát készítik itt a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. Köztük van Gilikter Márió is. Mert célom volt, hogy én igazából a mestervizsga a legmagasabb színvonalú vizsga a szakmákon belül, és ugye nekem előnynek tartom, hogyha az megvan valakinek. Saját céggel jöttem, tehát hogy saját magamnak kell ez a titulus. Azt mondja, büszkeséggel tölti majd el, ha sikerül megszereznie a mester címet. Már 15 éve dolgozik ácsként, célja, hogy életben tartsa ezt a szakmát. Hagyományai azok nagyon tetszenek. Dolgoztam 8 évet külföldön is, és ott nagyon erősen megtartják ezeket a hagyományokat, akár egy szerkezet állításnál. És ezek voltak itthon is, de ezek nullóban vannak sajnos, akár a fakötések, a hagyományaik, de ezek már kezdenek kimenni a divatból, és én úgy vagyok vele, hogy maradjon meg egy hagyományos része, tehát hogy ez kell a világnak. A Mestervizsga Bizottság elnöke, aki Szegedről érkezett, azt mondta, hogy szakmailag felkészült jelöltek vettek részt a felkészítő tanfolyamon, ez a tapasztalata. Nagyon jó színvonalúak a jelentkezők, mind szakmailag, mind hozzáállásilag, tehát nagyon lelkesek. Valamennyien úgy tudjuk, vagy hát a portfólió alapján régóta csinálják a szakmát. Meglepő, hogy legalább 80%-uk családi hagyomány és családi vállalkozás alapján köteleződtek el a szakmával, és emiatt valóban tényleg nagyon elkötelezettek, és nagyon lelkesek. És ez a minőségben is meglátszik. Megkérdeztük, miért ajánlaná a fiataloknak az ács szakmát. Nagyon, nagyon buda dolgot fogok mondani, a fának az illata. Ha itt vannak, akkor érzik, ebbe bele lehet szeretni. Azon kívül a fa egy természetes anyag, megfogni is nagyon jó, gondolom mindenkinek, erre senki nem allergiás, tehát egy meleg anyag, egy természetes anyag, és rendkívül formálható, és szinte mindenre alkalmas. Összesen 10 baranyai ács jelentkezett a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mestervizsgatan folyamára. Ők már legalább 5 éve dolgoznak a szakmájukban. Ez volt az alapfeltétele a jelentkezésnek. A sikeres vizsga után mesteroklevelet kapnak, ami a legmagasabb szakmai elismerés. Ez feljogosítja őket arra, hogy a gyakorlati tudásukat átadhassák oktatóként a fiataloknak.